Nagy öröm, hogy itt lehetek közöttetek, és nagyon jó volt együtt énekelni is ezzel a közösséggel, mert lehetett érezni a lelkesedést, a tüzet is benne. És éppen ezzel szerettem volna kezdeni egy kicsit a szenvedélynek a kérdésével. Zaher Gábor, a neves toxikológus megkérdezték, lehet, hogy ti is olvastátok ezt a nyilatkozatát, ugye sok szenvedélybeteget lát, nap mint nap kezel, és megkérdezték tőle, hogy szerinte lehet-e szenvedély nélkül élni? És ő azt válaszolta erre, hogy lehet, de minek? Most természetesen megkülönböztetendők a káros szenvedélyek, a nemesebb szenvedélyektől, de ami közös bennük, hogy az embert valami cél felé feltartóztathatatlanul viszik, és olyan erőt adnak, ami szinte ember fölötti dolgokra is képessé teszi az embert, vagy éppen fölfalják ezek a vágyak az embert. A nemes szenvedélyek között is talán a legkülönösebb fajta az, amikor azt hisszük, úgy érezzük, úgy tudjuk, hogy azt a célt, azt az álmat, azt a vágyot az Isten ültette a szívünkbe. Hogy ő tőle kaptuk ezt. És meg vagyunk győződve, hogy egy olyan életet akar nekünk adni, amiben van öröm, van sok szeretet, és van egy küldetés, misszió benne, és egy ügyért való lángolás határozza meg. Nem ismerek itt mindenkit közületek, de egy néhányról, aki itt van, tudom, hogy ilyen. És biztos többen is vannak ilyenek. Na most itt érkezünk meg Ábrahámhoz és Sárához, akik szintén ilyen szenvedély tölti ki az életüket, az Isten ígéretének az ígézetében élnek. Az egész életük az erről szól. És az ígéret az, hogy Isten megsokasítja őket, áldássá teszi őket, és a tudata ez szenvedélyessé is tette őket. A baj persze akkor adódik, és akkor áll elő, hogyha az Isten késik az ő ígéreteinek a beteljesítésével, vagy legalábbis a mi óránk szerint, a mi érzésünk szerint késik. Mi történik ilyenkor? Hát ilyenkor a szenvedélyes ember átcsap hősbe, vagy elkezd hősködni. Akkor azt mondja, hogy muszáj hősnek lennem, meg kell menteni a helyzetet, és kicsavarja, ha kell, az Isten kezéből is a várt ajándékot. Ilyen hősnek érezhette magát Sára, hát képzeljük el azért, micsoda rettenet lehetett azt mondani, hogy itt van az én szolgálom, Ábrahám, hálj vele együtt, és szüljél gyereket. Tehát mit élhetett át? Micsoda borzalom lehetett ez. És egyúttal ő úgy gondolta, micsoda hősies dolog ez. És feláldozta magát, beáldozta magát. Persze nem csak saját magát, hanem Hágárt is, akit egyszerűen eszközként használt ebben az ügyben. Ugye lehet gúnyolódni Sárán, hogy mekkorát hibázott, hogy saját csapdájába esett, csak az a baj, hogy túl sok olyan hívő embert ismerünk, talán sokszor magunkat is beleértve, és ezért nem tudunk nevetni rajta. Ez túl gyakori hiba, és túl gyakran megesik a hívő emberekkel, hogy a csalódásunkban aztán beáldozzuk magunkat, hősök leszünk, hősködünk. És a szenvedélyes embernek ez a nagy kísértése. De vajon tényleg miért teszi ezt az Isten velünk? Hát miért tette ezt az Isten Ábrahámmal és Sárával? Nyugodtan feltetjük itt a kérdést, magunk között vagyunk, az Isten színe előtt vagyunk. Miért teszi ezt az Isten velünk? Azt gondolom, hogy azért, hogy megértsük az áldásnak a lényegét, az áldásnak a miben létét, hogy mit is jelent az, hogy ő arra hívott el minket, hogy áldás legyünk. Egy általam nagyra becsült keresztény gondolkodót szeretnék idézni, Craig Barnes-nak hívják, ő azt mondja, az áldás nem az, hogy megkapjuk, amit akarunk, sem nem az, hogy elkerüljük életünk nagy hibáit. Tehát nem az az áldás, hogy meg vagyunk óvva a nagy baklövések és hibák és bűnöktől, hanem hogy Isten elvégzi az életünkben, hogy az életünk áldás legyen a világ nagy családja számára. Valami titokzatos módon ezt elvégzi a mi életünkben. Na most szerintem a történet az arról szól, hogy hogyan végzi ezt el az Isten. Hát a teljesség igénye nélkül, de egészen véletlenül három dolgot szeretnék így a figyelmetekbe ajánlani ezzel kapcsolatban, hogy hogyan végzi ezt el, hogy a zűrzavaros életünk közepette,
Ugye ez a bibliai mézga család itt mindenféle bajba keveri magát, egymást, egymás mellett elbeszélnek, és hát nagyon-nagyon emberi, mélységesen emberi drámák sorozata zajlik, és mégis az Isten valahogy közben elvégzi azt, hogy áldássá legyen Ábrám, Sára, Hágár, Izmael, Izsák a népek családjának az életében. Hát először is azt gondolom úgy, hogy belebotlunk az Istenbe, hogy ő meglep bennünket, hogy ő fölkeres bennünket a mi kudarcainknak a mélyén is akár. Tehát egyszerűen az Istenbe belebotlunk, és az utunk az egy ponton megáll, az utunkat ő egy ponton megszakítja, belé botlunk. Hágár útjáról van itt most szó elsősorban, ugye ő megunta ezt a gyakori megaláztatást, hiszen azt olvassuk, hogy ezután, hogy ő ugye szépen kerekedett, ezt nagyon büszkén hordta, és hát tudjuk, hogy mit jelentett abban az időben, ha valakinek nem lehetett gyereke, és mit jelentett az, hogyha ezzel szemben valakinek pedig igen. És hát nyilván hibázott is ő, de hát ki ne tette volna ugyanezt az ő helyébe, hát egy szolga, aki senki és semmi, most végre valami lett, és ez az önigazolásának az alapja lett, hogy igen, ő gyermeket hord a szíve alatt, Ábrahámnak, a nagy embernek, nagy embertől való gyereket. És aztán azt gondolom, hogy vele együtt menekülnénk el mi is ebből a szörnyű megaláztatásból, ebből a szörnyű kihasználtságból. Azt mondanánk, hogy ezt nem viselheti el senki, hogy reggeltől estig megalázzák, és semmibe veszik, és mellőzik. Sőt, valószínűleg másoknak is ezt tanácsolnánk, vagy mi a magunk is ezt tanácsoltuk volna Hágárnak, menekülj el. Hogy mégsem ez a nagyon várható forgatókönyv teljesedik be az ő életébe, az egyszerűen azért van, mert Isten megállítja őt. Először azt olvassuk, hogy egy angyal formájában, aztán nagyon érdekes, hogy később azt olvassuk, hogy az Úr maga így szól. Ez nagyon gyakran megismétlődik a pátriárka történetekben, hogy először nem tudjuk, hogy ez egy embere vagy angyal, aztán az angyalról meg a végén kiderül, hogy az Úr szólt. Hát ez ilyen elég ilyen titokzatos dolog. Megkérdezi tőle az Úr angyala, hogy honnan jössz, és hová mész. És tulajdonképpen az Isten ezzel a kérdéssel szakítja meg ezt a menekülést. Ez a kérdés persze nagyon jó arra, hogy elmondhassa, hogy miből jön. A megaláztatásból jövök, a mindennapos szégyenből jövök, a fájdalomból jövök, az igazságtalanságból jövök. Csak az a helyzet, hogy ez nagyon jó, hogy el is mondja Hágár, de a kérdés második felére nincsen válasz. Honnan jössz, hová mész, a hová mész, nincsen válasz. És tulajdonképpen ez egy nagyon fontos dolgot tanít meg, azt hiszem mindannyiunknak. Nevezetesen az, hogy a sértettség, meg az áldozattudat, meg a kihasználtságnak az érzése, amit sokan érezhetünk, ha ez mozdít minket menekülésre, akkor az nagyon érthető, csak az a baj, hogy nem vezet sehova. A sértettség nem vezet sehova. Illetve hát a pusztába vezet, prédává tesz bennünket. Hát nagyon sok ilyen példa van, azt hiszem, amikor valaki kimenekül egy házasságból, de igazából nem tudná megmondani, hogy hova. Vagy valaképpen egy házasságba menekül, mondjuk a régi időben ez gyakori volt, az otthoni elviselhetetlen körülményekből. De aztán nem nagyon tudtak ezek az emberek válaszolni a második kérdésre, de hogy hova mész. És tulajdonképpen itt ebben a kérdésben meg is botlik Hágár. Mint ahogy megbotlik majd többször is Ábrahám meg Sára, amikor az Isten szavával találkozik, az Isten kérdőre vonja őt, vagy éppen az Isten megvalósult ígéretével találkozik, amikor mondjuk fölnevet Ábrahám is, amikor beteljesedik majd rajtuk az ígéret, illetve ezt mondja az Isten, ezt jelenti ki neki, hogy gyermeketek fog születni egy év múlva. Tulajdonképpen azonban ebben van valami nagyon jó dolog, hogyha valami olyasmit hallunk, ami megállít minket a magunk mondjuk menekülésében, ami nagyon nem is vezet sehova, ha valamiben megbotlunk, az annak a jele, hogy itt van Isten köztünk. Az Isten igéje az mindig olyan, hogy abba először is meg kell mindig botlani. Az Isten igéje azt mondja, hogy Krisztus az a szegeletkő, amit ugye megvetettek
az építők, de ez lett a botránkozásnak a kövévé is, ahogy abban mindenki szépen sorba egyenként botoljon bele. És aztán persze ez az a kő is, amire lehet valami újat építeni. De először is meg kell ebbe botlani. Ő volt az, aki rátapintott a fájópontra, rátapint a mi fájópontunkra. Ő az, aki megállít bennünket, ő az, aki szembesít bennünket azzal, hogy ennek így nincs értelme, ez nem vezet sehova. A csalódott ember, a szenvedélyes ember, aki ugye csalódik, az szükséges is, hogy csalódjon, hogy igazán az Isten igazságába, a krisztusi igazságba egy kicsit megbotoljon. Hogy rájöjjünk arra, hogy Isten valami egész mást akar a mi életünkben. És rájöjjünk arra is, hogy ugyanakkor ezt úgy teszi Isten, úgy lát belénk, hogy ezt nem borítja a nyakunkba, hanem ő őszintén érdekli a mi botlásunk, őszintén érdekli a mi hibánk. Nem olyan régen kezembe került egy kis írás, egy ilyen nagyon egyszerű kis gyerektörténet arról, hogy Jézus fölkeres egy kis diákot délután, aki otthon egyedül van. Hát a kisdiák fölismeri, hogy hát ez Jézus, és akkor próbálja megkínálni, de hát csak egy fél csokia van, elég kínba érzi magát, hogy most Jézusnak mit adjon, és akkor mondja neki Jézus, hogy hozd ide az egyes matek dolgozatodat, az engem érdekel. Persze nem azért, talán fölcsinál a szeme a kisdiáknak, hogy ő megírja ötösre helyette, vagy eljön az iskolába, és súg neki, mert Jézus biztos jó matekból is, miért ne lenne jó, hanem azért, mert valami mást akar, ha azt szeretné, és ez az ő megváltó jelenlétének a titka, ami elbotlásaink közepette, nem az, hogy a hibákat, meg azoknak a következményeit ő eltakarítsa utánunk, ő nem egy ilyen takarító személyzet utánunk, meg egy ilyen megoldó ember, hanem ő, az ő megváltó jelenlétének a titka, hogy az átkot áldássá változtatja, a szégyent, amit Hágár hordoz, méltósággá változtatja. Méltóság hordozójává teszi őt. Ez az első különös dolog, hogy mikor megbotlunk, akkor arra kell rájönnünk, hogy Istent érdeklik a mi életünknek a nehézségei. Krisztust érdekli ez. Másodszor úgy van ő jelen az életünkben, és úgy teszi az életünket áldássá, hogy találkozik velünk, és ennek a találkozásnak van egy formáló hatása. Nem lehet úgy találkozni az Istennel, hogy ez egy különleges történet, egy ilyen Isten jelenés történet az Ószövetségben is. Nem lehet úgy találkozni vele, hogy ne változnánk, hogy valami ne változzon bennünk. Ugye Isten elmondja ennek az asszonynak, hogy meghallgattam a nyomorúságodat. Ez nagyon nagy változás annak az életében, akit ugye addig senki nem hallgatott meg, senki nem volt a kíváncsi, eszköznek tekintették, halhatatlan volt, abban az értelemben két ellen, hogy nem lehetett hallani, láthatatlan volt, és nélkülözött volt. És az Isten pedig nem csak azt mondja, hogy meghallgattam az imádságodat, a nyomorúság közepette, hanem a nyomorúságodat hallgattam meg. És az, ami úgy tűnik, hogy most a te szégyened, hogy ami miatt menekülnöd kell, hogy gyermeket hordasz a szíved alatt, azt én nem tekintem hibának, és azt én nem tekintem szégyennek, hanem én arra áldást mondok, és azt mondom, hogy ez a gyermek ígéretnek a hordozója. És fölemellek téged, fölemelem a tekintetedet, méltóságot adok neked. Azt mondja, ez nem hiba, nem bűn eredménye, hanem áldás hordozója. Volt valaki még a Bibliában, akiről azt gondolták az emberek közül néhányan talán, vagy sokan, hogy bűn és hiba következtében fogant meg, hiszen még nem volt férnél. Az, akiről azt mondták, íme a szűz fogam méhében, és fiút szül, és Immanuelnek nevezik majd. Egyébként szinte teljesen ugyanaz a szó használat, mint az Ismael, Immanuel. Ugye, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ő az, akiben az Isten meghallgatott minket, meglátogatott minket, méltóságot adott nekünk, és azt mondta, hogy én nem tekintem hibának azt, hogy vagy, nem tekintem még a hibáidat sem eltörölhetetlen szégyennek, hanem méltósággal
emellek föl téged. Visszatérve Izmaelhez, furcsa azért azt látni, hogy milyen áldást kap ez az Izmael, hiszen arról van benne szó, hogy megsokasodik, megszaporodik, de aztán ezek a sémi fiúk ott a homokon, ezek itt állandóan bajszot akasztanak, itt kilátásba helyezi ezt a Szentírás egymással, és a testvére ellen ver sátrat. De mégis most ebben a mai, amik amúgy egyáltalán nem vicces és nagyon fájdalmas helyzetben, ami a Közel-Keleten van, az ennek van egy nagyon fontos üzenete tényleg. Mégpedig az, hogy ezeknek az embereknek a szenvedését, az arab nemzetek a szenvedését, hiszen Izmael leszármazítja ők, az Isten meghallgatja. Legyenek azok keresztények vagy muszlimok, látja az Isten, meghallja az Isten az ő nyomorúságukat. És egyúttal van valami remény is abból, hogy ebből a borzalomból egyszer csak valami jó származhat, de most ezt még nagyon nehéz látni. Nagyon nehéz ez az egész helyzet, ami ott van. Mindenesetre azt tudjuk, hogy látja az Úr, hallja az Úr, és szereti Izmaelt, és áldást mond rá. És bárcsak ők is ezt így tudnák, akkor talán nem harapnák át egymás nyakát. Hágár annak örvendezik, hogy látta azt, aki látja őt. Látta, ő maga is meggyőződhetett róla, hogy van valaki, aki lát és szeret is egyúttal. Ugye már valaki csak belelát az életünkbe, de nem szeret, az a megvalósult rémálom. Ugye amikor valaki a Facebookon ott úgy figyel bennünket, hogy mikor szólhat be, mikor hibázunk. Ugye, mert és akkor belelát az életünkbe, és akkor mindjárt vissza is akar vele élni. De ha valaki lát és szeret is minket, hát az az isteni szeretet. És ezt tapasztalja meg Hágár, ez az, ami felemeli őt, ez az, ami méltóságot ad neki. És azt mondja, láttam azt, aki lát engem, és ezért valami fontos dolog megváltozott bennem, valami fontos dolog átfordult bennem. Méltóságot kaptam, és a jövő ígéretét kaptam, áldást kaptam. Tehát így lesz, mondjuk Hágár így érti meg, hogy mit is jelent áldásnak lenni, hogy átéli azt, hogy az Isten lát engem. És én látom azt, meggyőződhettem arról, hogy láttam azt, aki engem lát, és persze szeret. Aztán harmadszor azt gondolom, hogy úgy lehetünk, igazából mégiscsak áldás, ami életünk minden viszontagság ellenére, meg az Isten szeretetének a megtapasztalása után, hogy visszatérünk a valóságba. Azt mondja, ugye, hogy menj vissza, alázd meg magad asszonyod előtt, ezt a parancsot kapja Istentől Hágár. Hát ezzel együtt persze nem volt könnyű visszatérni a megaláztatás helyére, gondoljunk bele abba, hogy minden folytatódott ugyanúgy tovább. És valószínűleg nem az történt, hogy Hágár minden nap tapsikolva mondta, jaj, de jó, hogy nagy pocakkal kell egész nap kapálnom, vagy mosnom, takarítanom. De arról sem olvasunk, hogy mondjuk Sára különösképpen meghatódott volna ettől, hogy visszatér alázattal hozzá az ő szolgálója. Valószínűleg minden folytatódik tovább olyannyira, hogy még egyszer elüldözik majd már a megszületett gyermekkel együtt Hágárt. De előbb-utóbb minden szereplőnek meg kell érteni az áldás miben létét, minden szereplőnek meg kell botlania az Isten igazságán, amit mi hiszük, hogy ez a Krisztusnak az igazsága, ami abban áll, hogy az Isten lát és szeret engem. És ez a küzdelmes hétköznapokban is elég kell, hogy legyen. És nincs szükség az önigazolásra, és nincs szükség arra, hogy kicsavarjam az Isten kezéből az ő ajándékait. Isten lát és szeret, és ez a hibáink és a bűneink közepette is elég, és ez megtart bennünket, ezt elhinni. És hogyha ha ezt megtanultuk végre, akkor amikor ebből tudunk élni, ebből a mondjuk a kegyelemből, ebből a szeretetből, hogy van valaki lát, elfogad és szeret engem, akkor tudok, és lesz az életem áldás és áldásnak a közvetítője. Az imént említett Craig Barnes meséli el, ő most a Princetoni teológiának az elnöke, én oda jártam egy évet ösztöndíjasként Princetonba, akkor még ő nem volt ott sajnos, de azóta, hogy megismerkedtem a munkásságával, egy nagyon kiváló ember,
és mikor teológus volt, akkor ilyen kiválóságokat hallgatott, akivel még én is találkoztam egyébként, mint Bruce Metzger. Bruce Metzgert úgy kell elképzelni, hogy mint egy ilyen ószövetségi pátriárk, olyan galamb ősz fejjel, akkor megjelent a könyvtárba, akkor mindenki elhallgatott. Ő az egyébként, aki azt a görög Bibliát, amiből a világon mindenütt tanulnak, azt ő szerkeszti, ez a Metzger féle, meg Aland féle új szövetségi Biblia, és ezt a kritikai munkát végezte, ő sokáig most már nem él. Na és hát ez a professzor egyébként viszont rettenetes, unalmas előadásokat tartott, de úgy emlékszik vissza ez a Craig Barnes, hogy egyszer, amikor a Jelenések könyvéről volt szó, fölnézett a szemüvegét, így letolta, és azt mondta, hogy kedves teológus hallgatók, jegyezzék meg, hogy magukra, az Istennek semmi szüksége nincs. És erre jó, hogyha a szolgálatuk idején minden reggel emlékeztetik magukat. És folytatta tovább az előadást. Senki sem értett, na ez mi volt most? És persze ez úgy elültette ezt a gondolatot a fejükbe, hogy valóban, mikor kikerültek a szolgálatba, ez minden nap eszükbe jutott, hogy mit mondott Bruce Metzger. És ez sokat tipródott, hogy hát azért egy kicsit azért talán mégiscsak, nem? Hát aratni való sok, a munkás kevés, hát itt vagyok én, az Istennek szüksége van rám. Hát egy picit, de nem nagyon, csak egy egész picikét. És aztán 5 év múlva, amikor találkozó volt, évfolyam találkozó, meglátta a folyosón a Bruce Metzgert, ez a Craig Barnes, és odarohant hozzá, és megkérdezte, hogy professzor, elnézést egy pillanatra, azt szeretném megkérdezni, hogy esetleg azt a nézetét, amely szerint az Istennek nincs rá szüksége, nem bírálta fölül az idők során, az 5 év, a sok idő, hát ezt már másképp látja. Azt mondta a professzor, kedves Craig, az a helyzet, hogy nem bíráltam fölül, sőt, magára nézve ez fokozottan igaz. De aztán tovább folytatta, és mondta neki, hogy mert az Istennek, Isten magára nem eszközként tekint, hanem az Isten szemében maga kedves, maga becses, maga szeretett. Jegyezze meg, hogy lelkészi szolgálatot csak így lehet végezni. Ha maga csak hasznos akar lenni, abból soha nem lesz semmi jó. Majd aztán persze, akkor majd lesz hasznos is, majd lesz áldás is az élete. De ha nem ebből tud élni, akkor az egész nem ér semmit sem. Elmondta Craig Barnes, hogy nem ártott volna ezt a folytatást, hogy 5 évvel ezelőtt is elmondta volna, de nem baj, jobb később, mint soha. Na hát így van ez Ábrahám, Sára meg Hágár életében, és nem baj, jobb később, mint soha megérteni azt, hogy az Isten lát, és szeret, és becses vagyok, és áldás van az életem, hogy megáldja az én életemet, mert hogyha ezt megértem, akkor tudok csak áldás lenni. Amíg csak igazolom magam, addig átgázolok a másikon, akkor csak eszköznek tekintem, akkor megy ez a szörnyű egymás tiprása és gyilkolása, és addig az egyik testvér valóban nem érti meg, hogy mi a teendője a másik testvérrel egészen addig a pillanatig, amikor az Isten kiveszi a szívünkből ezt az aggodalmat, és azt mondja, hogy te vagy az én elfogadott, szeretett gyermekem, éljél ebből, és a többit meg bízzad rám. Ez elég. Ez elég. Isten adja, hogy mi is, ha sokszor megbotolva is, de végül erre a következtetésre eljussunk, és ebből tudjunk élni. Amen.